Pákos dombjai az ellenállás térképévé lettek. Az óvatoskodások, a tárgyalások, a visszavonulás után ez lett az a pont, ahol a nemzet meghúzta a határt, eddig és ne tovább. Olyan példát és örökséget hagytak ránk, amelyet követnünk kell. 175 éve indult el ez a Magyar Honvédség az útjára, és ez a folyamat ma is folytatódik. Egy korszakváltás történik ma a haderőben. Körülöttünk a világ újra tektonikus mozgásba jött, olyan erők mozdultak meg, amelyekre évtizedek óta nem volt példa Európa és a világ történetében. A szomszédunkból torokszorító képsorok jelennek meg, tönkretett utakról, kórházakról, iskolákról, friss hadisírokról, özvegyek és árvák tízezreiről. És ebben a konfliktusban nem látszik a katonai megoldás, ezért fegyverszünetre van szükség, béketárgyalásokat kell kezdeni, és deeszkalációra van szükség.